Egy ember meghalt Odesszában, ahová orosz rakéták csapódtak be éjjel. Oroszország Ukrajna több megyéjét is rakétákkal célozta, többségét azonban az ukrán rakétavédelem megsemmisítette. Kievben egy ilyen megsemmisített rakéta roncsa egy garázs sorra zuhant, a jelentések szerint azonban ott senki sem sérült meg. Az ország déli részén fekvő Odesszát a Fekete-tenger felől támadták rakétákkal. Beszámolók szerint ezek nagy részét sikerült kivédeni, ebben pedig elsődleges szerepet játszanak a nyugati rakétavédelmi rendszerek. Információk szerint a várost végül így is elérő rakéta ipari területre csapódott be, az áldozat és a két sérült őrökként dolgoztak a találatot szenvedett civil épületben.